Hadd kérdezzem meg, hogy majd itt az elején, mielőtt elkezdett tudományoskodni, hogy szabad a misiről, vagy nem tudom, hogy volt-e ilyen rituális rész. Eddig mindketten, aki előadást tartottunk, valamit utaltunk rá, hogy voltam. A szívülőségület az szerkezett részállapotban van, és elmegy abban az irányba óhajtana bővülni a főiskola, mert hogyha nem bővülni, mindennyiunkat tart volna, ami szerintem valószínű. De tehát ha abban, ha az átadjuk azt az épületet, akkor abban lesz egy csak majd még szóval. Az a Misi könyvtára? Igen, a Misi könyvtára ott lesz, ami az a kérdés, hogy melyiket szabad itt kihúzni, mert nincs több ilyen. A legjobb, hogyha a külső klaviatúrát kihúzod, mert annak is semmilyen logikai következménye nincs. Jó. Egyébként a Misi hagyatéka, az bármelyikusban erre fogsz beszélni, az egy ilyen kvázi kutatható, nyilván nyilván majd elmondani a pontosabb részletei, tehát a Misi hagyaték az kutatható állapotban van a Open Society archívumban. Ezt csak megemlíteni majd a legvégén, de mielőtt elkezdem, akkor csak egy fél mondatot, hogy igen, kutatható állapotban annyira, amennyire a Misi gondosan mindent összekötött ilyen szalag, irományfelelődött életekben, de nincs archivumi értelemben, nincs feldolgozva és rezerválva, de hogyha valaki nagyon akarja kutatni, és már fogja jelentkezni, hát akkor fog elmondani. Igen. És hát ugye a levelezéssel kapcsolatban meg úgy döntöttünk, hogy miatt ugye abban rengeteg személyes információ van, hogy ott valamilyen algoritmus szerint az osások kutatnak, tehát kérdések után mutatnak, és aztán én egyenként eldöntöm, hogy az adott levél az kiadható vagy nem adható ki. Bár megmondom őszintén, elég sokat nézegettem a Misi levelezését a elmúlt hónapokban, és alig láttam olyat, ami, hogy mondjam, abban az értelemben deonesztáló lenne, hogy valakire nézve ez személyesen. Tehát, hogy mondjam, a Misi magánlevelezésében sem, hogy mondjam, szidott vagy nem írt olyan dolgokat emberekről magánlevelezésben se, ami a mindenképpen érdekes, mert ugye az emberek mindig van egy magáncélra, meg egy nyilvános célra. Javaslom, hogy az előadó kezdhesse. Persze, köszönöm, igen, de jó, hogy akkor nem csendben várt a közönség, és elnézést a technikai szünetért, és köszönöm a türelmet, köszöntök és üdvözlök mindenkit, Erős Gábor vagyok, aki nem ismer, és odaírtam magamhoz, de ezt rögtön ellátom egy lábjegyzettel, hogy honnan is jövök, mert egyrészt a egykori hajdan volt, december 31-éig volt MTATK, immár pusztán Társadalomtudományi Kutatóközpont a származásom helyem. Másrészt ez a Társadalomtudományi Kutatóközpont most már viseli ilyen paradox módon, most utólag mégis megkapott valami fajta akadémiai címkét, és ez az, a Magyar Tudományos Akadémia kiváló kutatóhelyévé vált ez a kutatóközpont, amely egyébként az MTA kutatóközpontja volt ugye
még el nem vették. De mindemellett szeretném azt is hangsúlyozni, hogy bár hogy mondjam, megállapodásom van a fő igazgató úrral arról, hogy használhatom affiliációként az akadémiát, illetve a TK-t, ugyanakkor jelenleg én fizetés nélküli szabadságon vagyok. Közfeladataim ellátása miatt, úgyhogy január 1-től úgy vagyok a TK tudományos főmunkatársa, hogy vagyok is, meg nem is. Ennyi a rövid bemutatkozás része. Egyébként pedig akkor, mivel ez egy ilyen alkalom, akkor hogyha szabad csak 2-3 gondolatot a Csákó Mihály a misével kapcsolatosan mondani, hogy amikor én Párizsból érkezve 92-ben elkezdtem a Pollák Mihály téren, ugye most már Andrássy Egyetem a szociológiai tanulmányaimat méghozzá másodéven kezdtem el, mert ugye első éves Párizsban voltam, akkor ő egyike volt azoknak, akik miatt, tehát ez olyan paradox helyzet volt, akik miatt otthon éreztem magam a Pollák Mihály téren, és pedig épp a franciás volt amiatt. Tehát abban a társaságban volt, abban a csapatban, a Németh Idénessel együtt, Viktor akkor még nem volt itthon, úgyhogy ő nem lehetett ebben, a Németh Idénessel együtt, a Rényi Ágival, a Heller Marival, Bajom Ivánnal mindenek előtt, ugye főleg ővele kutattam, aztán később, és jártuk a franciául beszélgetve és kutatva a Európai Uniós kutatások kapcsán a világot, de hogy a Misi is ott volt ebben a közegben, és hogy nagyon furcsa, mert valahogy úgy alakult, hogy közvetlenül nem tanított, azt hiszem, de hogy kezdettől fogva úgy ott volt, és emiatt mindig is volt egy ilyen otthonosság érzet, így vele kapcsolatosan, meg a helyek kapcsolatosan, és neki köszönhetően, úgyhogy az nagyon fontos volt, és nyilván azóta is mindvégig, amikor így összefutottunk, vagy együtt konferenciáztunk, akkor megvolt ez a közelség érzés, nyilván túl azon is, hogy a francia, nem tudom én, vonal összekötött minket, az oktatási vonal is, vagy az oktatás szociológia is, bár ebben is hozzátenném, hogy ez is kicsit furcsa, hogy valahogy úgy alakult, hogy nem csak, hogy végül közvetlenül nem tanított, de hogy nem is kutattunk együtt, pedig kutathattunk volna, úgyhogy igazából ezt akartam is mondani ezzel kapcsolatosan, illetve még a Misivel kapcsolatosan ez még személyesebb és kicsit véletlenszerű, de hogy mégis, hogy nyilván az itt jelenlévők ezzel pontosan tisztában vannak, és tudják jól, de hát egy újszülöttnek, ebből a szempontból még mindig újszülött vagyok, minden könyv és minden régi történet új, hogy én most olvasom a Rajk Lászlónak azt a mély interjúból lett tulajdonképpen memoárját, amiből most tanulom meg, hogy tulajdonképpen milyen fantasztikus, bátor és aktív résztvevője volt ő a demokratikus ellenzéknek, és hogy milyen központi szerepe volt. Tehát, hogy nem tudom, 2-3 oldalonként a hosszú kötetben újra és újra előjön a Misi neve, és ez is egy ilyen, tényleg egy ilyen furcsa dolog, mert most, hogy nemrég meghalt, most kezdem megismerni. De hogy így örülök, hogy azzal is emlékezünk rá, hogy itt találkozunk, és beszélgetünk olyan dolgokról, amik őt is érdekelnék. No, és akkor amit szeretnék ma elmondani, az kicsit más, mint amit annak idején leadtam címnek, de hát tulajdonképp oktatásszociológia, és annyiban is más kicsit, mert hogy nem egy kutatást mutatok be, bár lehet, hogy idézni fogom azt a egyébként egyházi iskolákban végzett terepmunkán alapuló tapasztalatokat, amik egy pár hónappal, vagy egy évvel ezelőtti végül is friss tereptapasztalatok, és összefüggnek azzal, amiről beszélni fogok. De amiről beszélni fogok, az mégis más, tulajdonképp egy olyan recenzión kapcsán gondol, vagy
igazából felvetni szeretnék gondolatokat, ami nem közvetlenül egy empirikus munka, hanem mások empirikus munkájának az áttekintése és ugye recenziója egész konkrétan, és akkor már mindjárt a második diámat is bemutatom. A Fejes József Balázs és Szűcs Robert szerkesztésében megjelent Én Vétkem kötet, ez egy ilyen vastag, illetve elhoznom, de valószínűleg ismeritek a kötetet, egy vastag tanulmánykötet, amely ugye nemrég jelent meg, és amiről nem írtam oda a saját könyvészeti jegyzetemet, tehát a Books-nak a 2019-ben jelent meg a Books-ban, talán megtalálom, hogy melyik számban, mindegy, tehát a Books-ban jelent meg 2019-ben, tehát a tavalyi évben egy recenzió erről a kötetről, és hogy ennek kapcsán vetnék föl néhány ilyen elméleti, meg egész terepközeli kérdést, hogyha ezt így lehet. Tehát azt a címet adtam én a recenziómnak, és most ennek az előadásnak is végül is, ha úgy tetszik, hogy bár volt másik címe, ugye, ez kicsit elméletibb, a szociológusok és a szegregáció adatok és diskurzusok, de a recenziónak meg azért lett ez a címe, mert a szerkesztők és a sok tanulmány szerzője, akik ugye szerepelnek ebben a kötetben, maguk is arra az Erdős Virág versre utaltak a kötet címével, az Én Vétkem címmel, amely elég híres, és amelynek van ugye egy megzenésített változata is, és egyébként van ez a konkrét sor, amit viszont élveztem a recenzió címéül, mert hogy ők is valami ilyesmire gondoltak, tehát ők az Én Vétkemet, az, ami ismétlődő motivuma a dalnak, illetve a verset és a dalnak, én pedig ezt a hagytam, hogy ok nélkül rakják a célbe, hiszen végül is az egész kötet éppen erről szól, az iskolai szegregációról. Ami, tehát így végigmenni tulajdonképp témák szerint, tehát, hogy induljunk onnan, hogy tulajdonképp van egy ilyen saját hagyománya, nemzeti hagyománya, az egyébként nemzetközi, ahogy MPT elmondta, egyébként nemzetközi tudománynak, a szociológiának, és ez a nemzeti hagyománya a magyar szociológiának az épp az, hogy az egyik legkiemeltebb téma hosszú-hosszú évtizedek óta az egyenlőtlenségek kérdése, az még nem olyan meglepő, hanem kimondottan az iskolai egyenlőtlenségek, és kimondottan a cigány tanulók vagy roma tanulók iskolai szegregációja. És hogy azt figyeltem meg, hogy ez a hagyomány, ez a mai napig él, és hogy él arra épp ez a kötet a bizonyíték, az Én Vétkem kötet. Ugyanakkor a 2010-es kormány, vagy rezsimváltással, minthogyha mégis ilyen lapangó fázisába jutott volna, és tulajdonképp ez a kötet az, amely ezt a hagyományt a maga módján megpróbálja feleleveníteni. Ugye a 2000-es években teljesen magától értetődő volt, hogy azt nem azt mondom, hogy minden szociológus, de hogy nagyon sok azzal foglalkozott, ugye iskolai integráció, szegregáció, és például ennek az egyik csúcspontja ugye az a végül is egy ilyen kormányzati megrendelésre készült ilyen policy paper kötet, az úgynevezett zöld könyv volt, ahol a szakma legkiváló kutatói, nem mindenki, de nagyon sokan a szakma krémjéből, és egyébként nem csak szociológusok, más oktatáskutatók és oktatás gazdászok. Ugye itt most igen, kicsit csalók, mert szociológusokat emlegetek, holott amikor azt mondom, hogy szociológus, akkor olyanokra is gondolok, mondjuk, mint Kertesi Gábor, aki nem szociológus, de adoptáltuk. Vagy én a magam részéről örökbefogadtam őt is,
és Kézli Gábort is, és Varga Júliát is, tehát hogy erről a körről beszélek, tehát arról az oktatás kutatói étoszról tulajdonképp, igen, ami megtestesült abban az elkötelezettségben, az a, ugye, intellektuál angázsé, tehát hogy abban az elkötelezettségben, ami, tudom én, egy Ravasz Gábornál tényleg már sok évtizeddel, 70-es évektől, legkésőbb a 70-es évektől kezdve elindult, tehát hogy annak a hagyománynak egyfajta kicsúcsosodása volt, egyrészt az empirikus anyag is gyűlt, másrészt pedig volt ugye egy olyan kormányzati szándék, más kérdés, lehet, hogy most nem beszélünk, hogy ez hogy valósult meg, volt egy olyan emancipatórikus szándék egyébként, hogy a szegregáció ügyével valamit kezdeni kell, és hogy szegregáció helyett inkább integráció. Minden esetre volt ez az étosz, és volt ez a tudományos hagyomány, és ez 2010-ben megtört, és egy ilyen szimbolikus eseményként, de hát kiemelhettem volna mást is, és lehetne erre adatokat is gyűjteni, hogy hogyan csökkent mondjuk adott esetben az ezzel foglalkozó tanulmányok száma. 2010-11-ben azt hiszem a Radó Péter és Setényi János ünnepélyesen bejelentették az Oktpol Cafén, ugye, ami ezeknek az oktatás politikával, oktatás kutatással foglalkozó kutatóknak és ez iránt érdeklődő laikusoknak és szakembereknek a, nem tudom, gyűjtőhelyévé vált a Facebookon. Bejelentették és kijelentették, hogy tulajdonképp mostantól már semmi értelme közpolitikát megalapozó tudást felhalmozni, vagy azt itt megosztani, hiszen egy új korszakba léptünk, ahol az evidenciák, a tények, adatok iránt hát a kereslet gyakorlatilag nullára csökkent. És mintha tényleg elhalkult volna ez a hang, miközben például akár én is még kutatótársaimmal még így átlógtunk, tehát azok, erről emlegettem Bajom Évánt, a vele közösen kezdett kutatások folytatásaként egy másik kutatás, és mit tudom én, Berény Eszterre, Neumann Eszterre, másokkal még publikálgattunk azokból az adatokból, amiket egyébként a törés előtt gyűjtöttünk, és nyilván mások is, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ez a fajta diskurzus, ez hogyan él tovább, ha egyáltalán tovább él a szociológiában. És nem csak mi publikáltunk természetesen, az sem igaz, hanem épp ezek inkább az oktatásgazdászok, tehát akiket az előbb említettem, a Kertesi, Varga, Kézdi, stb. Vonal, ők publikáltak is egy tulajdonképp egy ilyen evidence-based pamflettet, vagy nem tudom minek nevezzük, ugye ennek keresem, igen, az érettségi védelmében, ami tulajdonképp, igen, összesűrítette mindazt az empirikus tudásanyagot, ami felhalmozódott náluk évtizedek során, egy ilyen jajkiáltássá, vagy egy segélykiáltás formájában, ami arra az volt hivatott elérni, hogy átüsse azoknak a döntéshozóknak az inger küszöbét, akikről ugye, ahogy az előbb mondtam, eléggé bizonyosnak tűnt, hogy nem törődnek az adatokkal. Ugye ott az volt a mondás, hogy elhibázott, káros, és egyébként a saját céljainak se felel meg az a kormányzati politika, vagy közpolitika csomag, amely a szakképzés felé terelni el a diákokat, ahelyett, hogy engedni őket érettségit szerezni, ugye egész röviden összefoglalva. Ezzel együtt ez a hagyomány, amely Michel Foucault és Pierre Bourdieu jegyében Magyarországon nagyon élt és nagyon erős volt, ez egy picit, minthogyha épp ezért, mert hogy reménytelennek tűnt, hogy a szakma szűkörein kívül bárki ezt meghallja, minthogyha elhalványodott volna. És akkor ehhez képest láttam én úgy, hogy ez a kötet ezt a fonalat veszi fel. Van egy nagyon fontos, és... Ja? Jó, oké, akkor majd beszélgetünk utána. Egy fontos és a legalapvetőbb kérdéseket viszonylag részletesen tárgyaló bevezető tanulmány, ugye a szerkesztők tanulmánya, ahol végigveszik
tulajdonképp mindazt a hozományát az oktatáskutatásnak, oktatásszociológiának, amikről az előbb beszéltem, tehát kvázi felelevenítik ezt a hagyományt, és ezekre az oktatáskutatási adatokra alapozott közpolitikákat is, tehát egyrészt azt, hogy ugye milyen szegregációban és egyenlőtlenségekben egyenlőtlenségek sújtották évtizedek óta más és más formában, régióról régióra változva, stb. A szegény és vagy roma gyerekeket, felelevenítve egyrészt ezt az adattömeget, másrészt pedig azt, hogy mindazok, hogy mely közpolitikák irányultak arra, hogy ezzel a helyzeten változtassanak, ugye az IPR-től kezdve ezer dolog, és nem tudom, hogy ők konkrétan említik, de én megemlítem, hogy ugye a szakértői, tehát végül is az eseművé nyilvánítás, a tévessel vagy félrediagnosztizálás alapú eseni szegregáció ellen is számos olyan lépés történt az utolsó padból program kapcsán, amik azt irányozták. És egyébként el is érték, azért ezt itt tegyük hozzá, erre nekem magamnak is van, vagy van a kutatócsoportunknak empíriája, hogy igenis a fogyatékosság alapú szegregáció igenis visszaszorult 2010 előtti időszakban, bár a szegregáció nem vész el, csak átalakul, írtuk akkor, vagy mondtuk akkor, és valóban nem veszett el, de hogy itt például volt egy olyan közpolitikai csomag, ami mérhetően eredményes volt, bár a problémák nagy részét ugye nem sikerült 2010-es megoldani. Igen, és akkor felelevenítik azt is, hogy mi minden történt 2010 után, hogy egy miniszter személyesen tett, vagy tanúskodott mondjuk a Huszár telepi iskola ügyében, gyakorlatilag letette a voksát egy sajátos, és egy, hogy mondjam, egy szép, vagy szépnek látszó keretbe, vagy gúnyába öltöztetett, de mégiscsak szegregáció mellett. És azután viszont rátérnek a szerzők is, de nem explicit, ez már az én olvasatom, arra, hogy sok-sok különbség van. Ugye eddig amellett érveltem, hogy a 2010 egy törés, de hogy valójában, hogyha megnézzük azokat a mechanizmusokat, amiket a 10 előtt és 10 utáni kutatók és kutatások feltártak, mert azért voltak 10 után is, egy csomó áthúzódó kutatás volt. Egyébként ez az egyik kritikám volt a kötettel kapcsolatosan, hogy miközben van egy olyan állítása, hogy ott van egy törés, a közben az empirikus anyag az pont egy ilyen áthúzódó anyag, tehát egy csomó olyan van, hogy a cikk kezdődik 2008-ban, aztán 2013-as adat, tehát hogy fordítva, tehát hogy ez egyrészt egy kritikai pont lehet, másrészt viszont megmutathatja azt, hogy mégiscsak van valami fajta longtüré, és hogy voltak éppen az a jellegzetessége a magyar közoktatási rendszernek, amit igen, mert visszamehetnénk a rendszerváltásra, és ott is kimutatható a longdüré, hiszen nem 90-ben vagy 89-ben kezdődött a roma tanulók szegregációja, nagyon nem. Tehát, hogy ilyen értelemben ezek a mechanizmusok némileg változnak, de ez a folytonosság, ez a kontinuitás is megvan, és tetten érhető. És akkor ugrom a maradék egy percemben, azért hadd legyen kettő. Két percemben kérem, ugrok arra, hogy mi a kötetnek, mert azért az mégiscsak fontos, az előbb említett legfőbb állításának a megalapozása az pedig az, hogy milyen drámai mértékben nyertek teret az egyházi iskolák. Ugye ez egyrészt egy evidencia, másrészt azért mégsem annyira, és hogy pont ennek kapcsán szeretnék azért egy konkrétumot megemlíteni, mert hogy van egy tanulmány, Ercse Krisztina tanulmány ebben a kötetben, amely ezt a problémát járja körül, nem az egyedül, de ez az, ami kimondottan erre fókuszál, és hogy vannak például olyan grafikonok, ahol azt mutatják, hogy mintha robbanásszerűen nőne épp az egyházi iskolák, most keresem azt a részt, miatt és egyházi iskolákban végülis a gettóiskolák aránya és a szegregáció, és összességében a szegregáció mértéke. De aztán, hogyha közelebbről megnézzük az Y-tengelyét annak
annak a grafikonnak, ez persze illet volna kivetítenem, akkor kiderül az, hogy azt hiszem, ez csak Krisztinának, 178. oldalon van a kötetben, hogy, hogy összenyomta az Y-tengelyt, illetve pont hogy kinyújtotta, és így felnagyítva, torzítva ábrázolja azokat a változásokat, amelyek egyébként épp a szegregáció, hogy mondjam, mint kontinuus és domináns mintázat megléte miatt, tehát hogy már régről örököltük, azok valójában nem, tehát nem, hogy mondjam, nem tudott annyival nőni a gettóiskolák aránya, hogy az drámai változás legyen, hiszen már korábban is nagyon sok volt, és egyébként pedig a területi alapú szegregáció, amely az egyik, bár nem az egyetlen, és nem a számunkra oktatás szociológusok számára nem a legfontosabb oka, kiváltó oka az iskolai szegregációnak, az meg egyébként is évről évre nő az országban. De hogy csak arra szerettem volna, akkor most lezárásképpen lekerekítem, felhívni a figyelmet, hogy igen, vannak ilyen új jelenségek, mint például az egyházi iskolák szerepe, ugyanakkor, és itt a tereptapasztalatomra utalok most már tényleg csak fél mondatban, hogy régióról régióra, városról városra, ha tetszik, iskolapiacról iskolapiacra, felekezetről felekezetre, sőt, még akár a fenntartón belül is egyik egyházközségről másikra, figyelembe véve azt is, hogy az egyes egyházaknak más és más a regionális eloszlása, ugye épp a görög katolikusok, épp Észak-Kelet-Magyarországon vannak jelen, ebben nem megyek bele részletekbe, tehát hogy ez a mintázat maga is, miközben a szegregáció általános mintázata az igaz, fennáll és erősödik is, aközben az összkép sokkal komplexebb és sokkal, hát tulajdonképp izgalmasabb annál, hogy sem ennyivel elintézzük, épp azért, mert vannak, óvatosan mondom, félve jó gyakorlatok is, vannak olyan iskolák, hogy kényszerből vagy jó szándékból, mondjuk azt, hogy jó szándékból, amelyek integrálnak, vannak olyan iskolák, amelyek korábban szegregáltak, most integrálnak, de egyébként iskolán belül szegregálnak, tehát nagyon bonyolult a mintázat, és hogy valószínűleg, vagy én azt gondolom, hogy az oktatáskutatásnak, oktatásszociológiának továbbra is feladata, hogy ezt a hagyományt tovább vigye, amit az elején mondtam. Vegyük fel ezt a fonalat, és az én Vétkem szerzőivel együtt folytassuk, de hogy figyelve arra, hogy azt a fajta komplexitást, amit ez a nagyon decentralizált magyar oktatási rendszer amúgy is mutatott, ezt ne tévesszük szem elől. Köszönöm szépen. Ugyanebben a teremben volt egy konferencia a filozófia jelenlegi helyzetéről, és több vezető magyar filozófus, a Weisz János, a Schwendt-Tudor, többen arról beszéltek, hogy a 2010 utáni Magyarországon a filozófia, mint egy megszűnő. Ugye a filozófia az abban az értelemben nyilván nem tud közpolitikai tudomány lenni, mint az oktatás kutatás, de valamilyen értelemben, hát hogy már senki nem akarja megvenni, tehát hogy megszűnik az arra való igény, hogy a filozófia az a támasza legyen az új rendszernek. Kérdezem tehát, ez ennyire különböző tudományágakra igaz. Nem arról van-e szó, hogy itt a lényegében ez, ami itten történik, az egy bizonyos értelemben egy ilyen élő cáfolata a Hannah Arendtnek, meg az egész totalitarizmus elméletnek, miszerint, hogy alapvetően a diktatúrák nem hasonlatosak. Nem hasonlatosak, mert vannak olyan diktatúrák, ilyenek, vagy kvázi diktatúrák, ilyen volt jellegzetesen a szocialista korszak, és bizonyos értelemben a Horthy korszak is, amely kifejezetten érdek, hogy mondjam,
igényelt részben ideológiai legitimációt, részben szaktudományos legitimációt. Vannak olyan diktatúrák, ilyen volt mondjuk a nácizmus és ilyen az Orbán rendszer, melyik nem igényel, mert olyan magasnak tekinti a saját legitimációját, vagy mondjuk objektíve olyan magas a saját legitimációja, ebben most nem menjünk bele, tehát nincs ez az a fajta legitimációs igény, ami a tudománynak szerepet ad. Tehát, hogy nem lehet, hogy erről az általános dologról van szó, és akkor nincs is mind csodálkozni, de gondolom az a természetes állapota, tehát most az, hogy benneteket csak most töltek meg, ez egy fáziskésés, az a természetes állapot, hogy ugye elkezdték a oktatás mutató megőrzésével ugye a 2011 környékén, az a természetes. És ti egy kicsit azáltal, hogy az akadémia ott volt, mint puffer, ti csak most kerültetek sorra, de ez a normál működése tehát a jobboldali típusú totalitarizmusnak. Aha, szerintem hát kutatóként nem mondanám totalitarizmusnak, lehet, hogy magánemberként igen. Azt gondolom, hogy ez a hibrid rezsimek és a kompetitív autoriter rezsim fogalma azért az jobban leírja azt, amiben élünk, és fontos analitikus megkülönböztetést is tenni azért egy tényleges totalitarizmus és a között, ami most van. Ugyanakkor ez az egész post-truth, meg az evidence-based policy, tehát tényekre, adatokra már nem, tehát az evidence-based policy vége, tehát az, hogy tények, adatok nem kellenek, az egy világjelenség, tehát hogy itt van egy globális jelenség, tulajdonképp a tudomány, mint mező, vagy a tudomány, mint a rendszer működése az egész világon küzd ezzel. Franciaországban ugyanúgy leválóban van a politikáról a tudomány, ami lehet ez a kései ausdifferenzierung, ha jól emlékszem a Luhmannnál, tehát hogy most végre autonómá válik, vagy lehet úgy is olvasni, hogy most már végképp nem érdeklik a döntéshozókat a tények. Nyilván más és más nemzeti vagy ország kontextusában más és más módon működik ez, és más mértékben, de hogy azért van tényleg világtendencia, és inkább talán az, hogy itt minket ez így egyik napról a másikra és villámcsapásként ért. De hogy egy Donald Trump az kb. Ugyanúgy viszonyul a tudományhoz, lásd klímaváltozás kérdése, mint ahogy adott esetben a mostani magyar kormány viszonyul a oktatás kutatási adatokhoz. És az, hogy ideológia vezérelt közpolitikák vannak végül, az sem újdonság. Ami még szerintem érdekes szempont lehet ebben, hogy a rendszerváltás előtt diktatúra ide, diktatúra oda, magának a diktatúrának volt egy kritikai nyelve, ugye ez volt a marxizmus. És ezt a kritikai tudományt, a marxizmust lehetett ügyesen és okosan ugye a rendszer ellen fordítani. Ennek a mostani rezsimnek nincsen, hát nyelvesen nagyon, de hogy kritikai nyelve biztosan nem. Tehát eleve egy apologetikus diskurzus, hogy mondjam, hegemonná tud válni, na ezt jól megmondtam magyarul, hegemonná tud válni, szerencsére értitek, szemben azzal a helyzettel, amikor föl lehetett használni a marxista kritikát a rendszer kritikájának eszközéül. Az az érdekes, hogy most ilyen műegyetemi körök van, ami ugye felülünk nézve ugye új főnökötök országlásával a műegyetem
mi érdekcsoport hatalomra jutott, a műegyetem saját önértelmezési körében elszabadult bolondok tombolnak a magyar műszaki mezőben. Tehát az, amit a bölcsészvilág üteként, hogy itt ezekkel az innovációra hivatkozó hogy mondjam, hatalmon lévő emberek, azt a műegyetemiek úgy interpretálják, hogy azok a szélhámosok, akik itt a műegyetem tekintélyével visszaélnek, arra nem nagyon tudnám mit mondani, hogy ti csináltatok bele, például akadémikus. Ezt az ellenévet azért nem tudják kivédeni, tehát azért nyilván volt egy olyan időszak, amikor úgy látták, hogy azért lehet ebből valami, de most egyértelműen az a domináns interpretáció a műegyetemen, hogy nagyon nincsenek hatalma ebben a történetben, sőt, hogy a privatizálják fel őket is, tehát őket is fordjunk szlámra akarják állítani, mint ugye Sotét is, ugye. A műegyetem szára, hadd tűzzem fel a rövid mondanomat, hogy a műegyetem az egy nagyon érdekes közeg, Félában ott is vagyok még, tulajdonképpen is régóta ott vagyok Félában, látom a közmondokat. Mindegyetem kevésbé kocka felé emberekről áll, hogy általában a közmondatban ez elterjed. És különösen kicsit visszautalom Klisé tevékenységére és franciás vonulatára és ismereteire. Az volt a 90-es évek közepén, mondjuk így, kifejezetten feltűnő volt az a fogékonyság, amit a műszaki egyetemek tanúsítottak az új, mondjuk az információs társadalmi világ iránt, ellentétben a bölcsészkarokkal, a hagyományos bölcsészkarokkal, akik ugye elutasították ezt a túl technológiai világot. Tehát a mi egyetemek voltak, de mindenhol, nem csak Magyarországon, Franciaországon elsősorban, és nálunk azért, mert volt egy csákó világ, és voltak olyan emberek, francia informatikai szellemet vitték be a műegyetemben. Egyáltalán ugye, mint tudjátok, maga l'informatique, az egy francia találmány, aminek más a jelentése, mint a informatics, ami még most is csikorog angolul mellett. De ezt angolul más mondanánk, information science, computer science, ami mindig is egy angol száz informatika, egy ilyen matematikai számítástudomány alapú valami volt, a francia informatika pedig rögtön a társadalmi hatásokat, az embert a humán oldalt kiterítve. És ez, noha sose vált uralkodóvá, de régi követhető a magyar egyetemen is, amely különböző okok miatt kicsit a gazdaság és társadalmi tudományok felé is nyitott, most már nevében is benne van, de ez mondjuk egy politikai és intézményes harc terepének a vonalata, de ez a bizonyos franciás informatika, ez ennek a hatásai például szerintem még ebben is érezhető, hogy ez a merev innováció alapú politika vagy egy gondolat róla, ennek azért ott vannak jelentős állások. Thank you.
Tessen közlekedés, mert érted tényleg. Eszembe jutott, nem tudom, hogy van még, csak hogy erről a különbségtételről, hogy ez tényleg fontos, és hát erre jó a jó társadalomtudomány, hogyha kicsit közelebbről megnézzük, meg ugye egységes egészként kezeltem ezt a társaságot 2010 előtt, holott ott is ott volt például Csépe Valéria, a zöld könyvben is benne volt, aki a kognitív tudományok képviseletében egy picit már ilyen disziplináris értelemben akkor is, mint a kilógott volna, ugyanakkor csatlakozott ehhez a diskurzushoz. De 2010 után ugye tudjuk, hogy a nemzeti alaptanterv kidolgozásával, vagy annak a felügyeletével épp őt bízták meg, és akkor egy újabb fordulat a történetben, hogy ő tulajdonképp következetesen, ha úgy tetszik, legalábbis a nyilatkozatai alapján következetesen képviselte ugyanazt az elképzelést, hogy gyakorlatilag a porosz iskolával való szakítást egész röviden, és hogy ő ezt mindig el is mondta, majd pedig úgy tűnik, hogy végül zátonyra fut az ő általa és az ő hát kvázi progresszív pedagógiai elképzelései és kognitív tudományos elképzelései alapján kidolgozott nemzeti alaptanterv, és a politika ugye abból is valami egész más csinál végül. Úgyhogy érdemes igen közelről megnézni, hogy ki milyen helyet foglal el abban a, hogy gúrjövel fejezzük be, abban a mezőben, és ki milyen stratégiákkal vesz részt a mezőben folyó küzdelmekben, hogy akkor tényleg felismerjük a diskurzusok mögött ezeket a stratégiákat is, és a tőkefajták harcát. Köszönöm szépen! Bocsánat, azért egy mondat. Azért a Csépe Valéria ügyhöz azért azért nem csak ezt a nemzeti alaptanterv dolgot említeném, hanem azt is, amit többen hajlamosak már elfelejteni, hogy amikor a pálinkás legnagyobb tudományellenes aktivitásai zajlottak, amikor a pálinkás volt Gyenti elnök, és akkor éppen ő tett meg minket mindent a magyar tudomány tönkretevésére, akkor a Csépe Valéria belőtt egyértelműen támogatott. Tehát például az első ilyen akadémiai intézeti ügyben, amit ugye a Boros János nevéhez kötődő történet, ugye a Filozófiai Intézet elleni támadásnál, a Csipe Valéria tett meg mindent annak érdekében, hogy az akadémia, hát hogy mondjam, mint intézmény hagyja ottan ezt a dolgot. Tehát mondom, hogy történetek során nem sikerült a pedagógus akadémikus választani, hogy egy hajolvénszer sem nevelni tudományból. Tehát magyarul ez az egész jellemző, az egész nevelni szociológia, pedagógia helyzetére Magyarországon nincsen akadémikus. Tehát egy ilyen Csépe Valéria szerűség neveztetett ki ugye pedagógus. Ez 49 után az akadémia előtt. Ez a akadémiára gondoltam, hogy nem ez a szentbíró. Na jó. Köszönöm szépen. Következő lépés a délelőtti programoknak az utolsó előadása a kis előttén. Péter esetleg egy pohár vizet kéz is nekem, mert a hangom. Megy és elég vakon fogok beszélni, mert ott hagytam a szemüvegemet, de lehet, hogy jót tesz a szabad előadásnak. Meg kell magyaráznom, hogy miért beszélek ezen a konferencián, amikor Csákó Mihállyal nem volt közelebbi kapcsolatom. Viszont volt egy közelebbi kapcsolatom egy másik olyan korai szociológussal, aki még Csákó Mihálynál is korábbi volt, és akinek volt kapcsolata Csákóval, ha máshonnan nem az ellenzéki mozgalomból, és ez Földvári Tamás volt, és úgy gondoltam, hogy előadásom második részében Földvári Tamásról beszélnék,
első részében pedig a személyesen és általában a szociológia kialakulása 60-as, 70-es években. Nem vagyok ennek szakértője, de hát filozófusként azért elég sok mindent átéltünk ebből, hiszen ezek mindig egy ilyen exótusz folyamatok. Tehát a filozófiából válik be nagyon sok minden. Nyugaton a pedagógia is nagyon sok évtizedig a filozófiából. Tehát magyarul a pedagógia professzorok nagy része filozófus volt. Magyarországon kevésbé, már Magyarországon is van filozófusból lett pedagógus régebben is újonnan. Akkor a filozófiából vált ki részben a pszichológia, az egész más történet, nem beszélek róla, hiszen a pszichológia maga állandóságában ugye nem egy kiváló tudomány, hanem egy állandó tudomány, de például a 50-es, 60-as években, amikor ugyancsak újra kellett kezdődni a pszichológiának is, akkor ugye például Garai László filozófus volt, és így tovább, ugye, tehát ez a szál is megvan. De még ennél is fontosabb a két nagy exódus, ugye a szociológia és a politológia. Hát ugye a szociológia után ugye megindult a politika tudomány Magyarországon, Ága Attila, és így tovább is iskolája. Tehát tulajdonképpen a filozófia számára minden ilyen exódus folyamat egy elég érdekes folyamat volt, mert virtuálisan a filozófusnak is mindig választani kellett, hogy megyek, maradok. Ugye volt filozófus, akinek volt szociológiai érdeklődése korábban, és így tovább. Ezek aztán rögtön intézménye, személyi hatalmi különbségeké váltak, természetesen ellenségeskedésé, hát akiben nem volt jóban a filozófia intézet a szociológia intézettel. Persze a szociológia volt az ügyesebb, az vitte többre, mint tudjuk, ugye. Vagy ott van a tudásszociológia, amiben ugye a szociológiai intézet ugye magáinak tekintette a tudásszociológiát, mert benne van az, hogy a szociológia, a filozófia magáinak tekintette, mert az egy filozófiai tudomány, és így tovább. Tehát ilyen értelemben van az exótuszokban valami bepillantásom, és mielőtt rátérnék az érdemi mondani valóra, tehát Földváry Tamásra, erről még mondanék egy szót, mert ez az exódus, a szociológia kialakulása 60-as években, ez a 70-es években se egy érdektelen történet. És ugye a politika középpontjában áll a Szerényi ügy, ugye a Szerényi a Mr. Szociológia, de van a 60-as években is Mr. Szociológia, hát több Mr. Szociológia van, egyrészt mondhatja magáról Szalai Sándor, aki magát mindig annak tekintette, mondhatja magáról Hegedűs András, és szerintem mondhatja magáról Földváry Tamás, hogy a 60-as években ő volt a Mr. Szociológia, és még talán negyedik, ötödik is van, de ezt most én nem merném megsatszolni, mert például a Zsilét nem ismerem annyira mentálisan is, nincs képem róla. Na mostan a előadásom első részében az fascinált mindig engem tulajdonképpen, hogy milyen borzalmas, nehéz ennek a létező szocializmusnak egy tudományt magába felvenni. Hát ez egy kinkeserves történet, mert tulajdonképpen vannak tudományok, amik úgy átjöttek ebből a létező történet. Persze a szovjet minta itt nagyon fontos, mert hát 49-ben azt egy az egybe átültették, tehát, és akkor az ideológiával ezt keverték, teljesen kiépített ideológiai rendszer létezett, tehát a szociológia helyett is ott volt a történelmi materializmus, ugye, tankönyvekkel, oktatókkal, egyetemi vizsgákkal, stb. Tehát nem volt üres tere a társadalomnak, mert ott volt a tudomány, a szociológia. De akkor bejöttek ezek az exodáló tudományok,
Ezeknek volt politikai háttere, de inkább a második részben mennék bele, ott is röviden, és úgy is tudjátok, hogy milyen politikai hátterei voltak, tehát ez csak egy akadémikus dolog lehetett. Tehát tulajdonképpen fel kellett venni ezeket a tudományokat akkor a nyilvános társadalomban, és ez azt jelentette, hogy két igen szenzibilis ponton sértette meg a létező szocializmus lényegét. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a funkcióbuták voltak, mert nyilván azok voltak. Irigyek voltak, hát persze, hogy azok voltak. Hanem a lényegét sértette meg, ez egy kettős lényeg volt. Az egyik az, hogy volt egy hivatás nomenklatúra, akinek az érdekeit sértette, és volt egy nomenklatúra, akinek általában sértette az érdekeit, a szabad értelmiség. Most ez nagyon plakatívnak tűnik, és közhelynek tűnik, de nagyon mélyen gondolom, és nagyon mély problémának tartom, és megoldatlan problémának tartom. Tehát ha volt egy textilgyár, ahol zúgtak a textilgépek, és volt egyetlen kislány, akinek az volt az állása, hogy ő művész, mert ő tervező. Hát annak az élete pokol volt. Mert a textilgyárban nem tudtak elviselni valakit, aki művész. Ez nem a központi bizottság határozta el, ugye? Tehát ez egy elképesztő mély dolog volt, hogy a szabad, saját lábán megálló autonóm életek iránt volt egy olyan reszantiman, ami megmagyarázhatatlan. És ez nem ilyen jobboldali típusú, meg náci, meg ilyen hülyeségek, hanem ez egy igazi indulat volt a legfelülről. Most hogy oldotta volna meg a lényeg, a létező szocializmus remekül oldotta volna meg, azt nem bukik meg. Hát úgy oldotta volna meg, hogy maga lett volna az értelmiség. Hát hány kandidátus volt a pártközpontban 88-ban, 89-ben? Hány tudós volt a budapesti pártbizottságban? Művész? Ezek még művészként indultak, de már Berec is kandidátus volt, aki nem kandidátusként indult, ugye? Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a nomenklatúra tulajdonképpen hasonlót csinált volna, mint most a Fidesz. Saját egyetemek, stb. Ez lett volna a kifutás, de ez csak úgy, hogy lezárjam ezt a kört. Na most akkor tulajdonképpen, tehát beépíteni egy ilyen tudományt, az egy borzalmas probléma volt ennek, és akkor ezzel most jutok az első rész második felére, ugye, hogy ennek három szintje volt, nagyon érdekes három szintje volt, az alsó szintjét azt mindnyájan ismeritek. Volt a szociológia felül egy szenvedélyes, tüzes érdeklődés a társadalomban. Volt egy szociológia von unten, tehát az emberek elkezdték olvasni a nyugati dolgokat, a lengyel kézikönyvet a szociológia felmérés módszeréről. Szerintem egy csomóan benne voltatok ebbe a lázba. A könyvtárosok elkezdték a könyvtárat szociológiaként értelmezni, a tanárok elkezdték.